Erre a mérkőzésre nagyon készülünk, hogyha kellően agresszív lesz a védekezésünk, mint a kisvárdai mérkőzésen, és azáltal a kapus teljesítményünk is jól lesz, és támadásban kellően koncentráltak tudunk lenni, akkor úgy gondolom, hogy pontokkal, illetve ponttal térhetünk haza. Egy csapat egyszív, hajrá, Ed! Következő mérkőzésen az Albafehérvárral fogunk megmérkőzni. Én úgy gondolom, hogy az előző mérkőzésen, amit a Kisvárda ellen csináltunk a pályán, hogyha azt átvisztük és átmentjük erre a következő fordulóra, akkor úgy gondolom, hogy nagyon komoly esélyünk lehet ott idegenben. Úgyhogy nagyon koncentrált játék kell hozzá, jó kapus teljesítmény, és egy csapatként kell küzdenünk azon a pályán, és akkor bármi lehetséges. Úgyhogy hajrá, Érdi lányok, hajrá, Érdi!